hogyan folytatódik, ja itt van a feladat, azt mondja, hogy a 28-as sor megfelelő celláival határozza meg az igazolatlan és az igazolt hiányzások órák átlagos számát, a tantárgyi átlagokat, valamint a tantárgyi átlagok alapján a teljes kollégiumi átlagot. Tehát gyakorlatilag mindennek az átlagát meg kell találnunk a 28-as sorban, itt van. Tehát ezek az évfolyamok, azok nem kellenek, itt vannak a hiányzások, tehát ennek kell egy átlaga. Fogom az átlagfüggvényt, megnézem, hogy jó-e a tartomány, igen, ütök egy Enter, és megfogom és végigmásolom egészen a kollégiumi átlagig. És készen vagyok.